Természetesen látszik, hogy ezt a módosítást sokan ellenzik az országban, elmondták az érveiket, értjük ezeket az érveket, de az ügytől teljesen független azt rögzíteni kell, hogy attól, hogy egy törvény valaki szerint rossz, nem biztos, hogy van objektív igazság, de feltételezzük, hogy valóban rossz. Attól ez nem feltétlenül lesz alkotmányellenes. Én nem hiszem azt, hogy ma a magyar társadalom többsége egyébként szimpatizálna a napokon keresztül tartó tüntetésekkel, főleg olyan ügyekben, ami azért közvetlenül a társadalom nagyon nagy többségét nem érinti, sőt közvetetten sem. A stúdióban köszöntöm Türmert Gyulát, a Munkáspárt elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ön a több mint egy hete tartó tüntetés sorozat kapcsán azt mondta, vagy úgy fogalmazott, hogy a tehetős úri gyerekek akarnak hatalmat. Az nem hihető, hogy a demokrácia deficit indította el ezt a tiltakozás hullámot? Hát nézze, itt van egy konkrét helyzet Magyarországon. 2010-ben a szocialista liberális erők elvesztették a választást, szabályos választás volt. Nem tudtak jó programot, elvesztették az emberek bizalmát. Hát ezt próbálják azóta visszaszerezni. 2014-ben a választáson ismét kudarcot vallottak. Utána kimentek az utcára, volt pedagógus tüntetés, volt az internetadó ellen, voltak egészségügyi dolgozók. De ez mind megmaradt a, mondjuk a fővárosi értelmiség és az alkalmazottak szintje. Ehhez azért nem állt oda a gyári munkás, nem állt oda az embereknek a többsége. Ezért mondom én, hogy a mai tüntetések azok pedig végképp a pesti úri gyerekeknek a utcai demonstrációja. Miből gondolja ezt, hogy hogy érzi, vagy hogy látja, alulról szerveződnek, vagy mozgatják őket? Tehát mi a probléma ezzel a tüntetés hullámmal, vagy a demonstrációval? Én azt gondolom, hogy az embereket akkor érdemes megmozdítani, és akkor szabad megmozdítani, hogyha értelmes, valóságos célok ellen mennek. Ha azért mentek volna ki ezek az emberek az utcára, mert ellenzik mondjuk a háborút Oroszország ellen, ellenzik a szankciókat, ellenzik az Ukrajnában folyó eseményeket, békét akarnak, akkor azt mondom, rendben van, mi is csatlakoztunk volna. De az a kérdés, amiért kimentek, az egy tizedrangú kérdés, ráadásul a kormány teljesen világosan megmagyarázta, hogy mi áll e mögött. Itt a hatalmat akarják megszerezni, megpróbálják alámosni a jelenlegi kormányzatot, nincs türelmük kivárni a 2018-as választást. De ugye tulajdonképpen ez a tüntetés hullám, mert nem feltétlenül csak a CEU melletti kiállásról szól, hanem az Orbán kormány elleni kritikáról, vagy tulajdonképpen az Orbán kormány megdöntéséről. Ehhez sem kívánnak csatlakozni? Nem, hát itt látszott, hogy már mindenki megmozdult ezen a rendezvényen, tehát politikai meggyőződésétől és vallásától független mindenki ott volt, akinek nem tetszik az Orbán kormány. Én azt mondom, hogy mindenkinek joga van kritizálni az Orbán kormányt. Nekünk is megvan a kritikai véleményünk. De ugyanakkor azt mondjuk, hogy vannak dolgok, amit ez a kormány jól csinál. Tehát nem lehet tagadni azt, hogy a rezsicsökkentés vagy a infláció megfékezés az nem jó dolog. Hát ez az embereknek segít. A Munkáspárt ezt elismeri, de hozzáteszi azt, hogy itt nem szabad megállni, a dolgozó embernek sokkal többet kell adni. Mi nem a kapitalizmus erősítésében vagyunk érdekeltek, hanem ellenkezőleg abban, hogy egy olyan társadalom legyen, amiben nem a pénz az úr. Ezért nem álltunk volna oda a tüntetés mellé. Mi a cél? Miben látja ezeknek a demonstrációnak a végcélját? Semmi más céljuk nincsen, mint fokozatosan alámosni a kormányt, megingatni a bizalmat a kormány iránt, itthon is, nemzetközi téren is, eltántorítani az embereket attól, hogy megértsék a lényeges kérdéseket, és majd 2018-ba döntsenek. Mi az mondjuk a demokrácia az, hogy van 4 évenként választás, akkor 4 évenként kell választani, és nem évenként egyszer. Miért nyilatkozta azt, hogy a liberálisok vért akarnak látni az utcán? Teljes mértékben látható volt, megdobálják a rendőrt, megdobálják a középületeket, és azt várják, hogy mártírt csináljon belőlük a hatalom. Ha a rendőr lekent volna 2 nagy pofont, akkor másnap, egy fél óra múlva az összes nyugati liberális televízió ezt közölte volna. Provokálják a tulajdonképpen hozzájuk hasonló korú fiatal rendőröket. Ez egy tisztességtelen eljárás, és azt gondolom, hogy semmiképpen nem a demokratikus harcnak az eszközei közé tartozik. Szerencsére a kormány
a magyar rendőrség azért még tartja magát, és nem engedi provokálni magát. Nem érzi úgy, hogy ezzel teljesen külön utas politikát visz a baloldali pártok között? Most függetlenül attól, hogy nem parlamenti politikai erő képviseletében van itt, de például a kvóta népszavazáson is a teljes baloldallal szemben önök támogatták a kvóta népszavazás ügyét. Mi külön utas politikát folytatunk, ezt nem is vallotta, nem is tagadtam sohase. Igen, a munkáspárt azt gondolja, hogy Magyarország körülményei között nincs szükség menekültekre. Határokat meg kell védeni, szolidárisak vagyunk a menekültekkel, de itt pontot kell tenni. Tehát azért látni kell, hogy Európát akarják tönkretenni azzal, hogy a háborúkkal, a gazdasági blokkádokkal újabb és újabb migránsokat küldenek Európába. Itt már szó sincs a népek iránti szolidaritásról, itt egy nagyon egyszerű liberális akcióról van szó, hogy az Európai Uniót tönkretegyék, és majd az Európai Unió romjain hozzanak létre valami Amerika barát konglomerátumot. Ebben mi nem vagyunk partnerek. De mégis csak ellenzéki erő, tehát ellenzéki párt. A kormány munkájával szemben kritikusabbak, vagy a jelenlegi ellenzékkel szemben? Nekünk alapvetően nem tetszik az a rendszer, amiben a pénz a döntő. Mi azt gondoljuk, hogy túlságosan háttérbe szorul az ember. Mi olyan társadalmat akarunk, olyan közösségi társadalmat, amiben az ember számít. Ma igazából Magyarországon sajnos az számít, akinek van pénze, akinek van tőkéje. Ez nem jó, és mi ez ellen küzdünk. Mi azt mondjuk, hogy ha valakinek jó ötlete van, ha épít, ha tesz a dolgozóért, akkor azt támogatjuk, és teljesen mindegy, hogy melyik pártból jön. De aki árt a dolgozón, aki elvesz a dolgozó emberektől, azokkal mi nem megyünk. Miért a mai magyar baloldal nem tesz a munkásosztályért, vagy a dolgozók? Egyetlen mondjuk európai viszonylatban miben különbözik mondjuk egy svéd, vagy egy nyugat-európai baloldali erőtől a jelenlegi magyarországi baloldal? A mai magyar parlamenti, úgymond baloldali pártok az ég a világon semmit nem tesznek a dolgozó emberek. Az egy mese, amit Botka László mondta, hogy megadóztatják a gazdagokat. A munkáspárt az egyetlen párt, amely azt mondja, hogy a gazdagokra, a milliárdosokra egyszeri vagyonadót kell kivetni, ami azt jelenteni, hogy elmennék mondjuk Csányi Sándor úrhoz, jó napot kívánok, vagyonának 45%-át most fizesse be, a többiből éljen, nem halna éjjel. Ezt senki nem mondja. Amit a Botkáék mondanak, hogy persze, hogy általában a vagyonosokat nem szabad bántani, azokon belül inkább a fideszes vagyonos, miért az MSZP vagyonos, meg a DK vagyonos ugyanúgy milliárdos, mint az összes többi. Meg kell adóztatni, de ezt csak mi mondjuk a munkáspárt. Ezt tesz bennünket baloldalivá. Ön szerint mi torzítja a jelenlegi baloldal politikáját? Ugye beszéltünk arról, hogy a migráció kapcsán kifejezetten támogatóan lépnek föl az illegális migrációval kapcsolatban. Utalt arra is, hogy mondjuk ezek a mostani demonstrációk nyilván a CEU úgy kapcsán, de hogy Soros Györgyhöz köthető szervezetekről van szó. Elképzelhető, hogy a baloldalnak is vannak kapcsolatai Soros Györgyhöz, vagy legalábbis valamiféle ideológiai közösséget vállalnak ezzel a hálózattal vagy szervezettel? Én azt mondom, hogy az MSZP annak idején 27 évvel ezelőtt kevésbé baloldali pártként indult. De aztán Horn Gyulával és főleg utána már Gyurcsánnyal elkövettek egy óriási hibát, és ezzel megásták saját sírjukat. Házasságot kötöttek a liberálisokkal. Kész. És a liberálisok döntik el, kérem, legyen privatizáció, adjuk el a kórházakat, adjuk el az iskolákat, csináljunk mindent, szolgáljuk a nyugatot, legyen liberális politika, az állam ne avatkozzon bele, majd a piac mindent eldönt. Hát azért van nyomor, azért van szegénység, azért állnak a kórházak olyan állapotban, mint vannak, mert ezek ugye 10 éven keresztül kormányozták az országot, és ez a liberális politikának a következménye. Ez ellen föl kell lépni. Az igazi baloldal föllép ellene. Őknek semmi közük a baloldalhoz. Fél percünk marad, de nagyon érdekelne a véleménye, hogyha már a kormányzati politikáról és intézkedésekről van szó, hogy a Heineken kontra Csiki Sör vitában ön támogatta a kormányzati lépést vagy intézkedést? Hát nézze, hallgattunk ebben az ügyben, azt is megmondom miért. Persze egy baloldali embernek, munkásmozgalomban fölnőtt embernek a vörös csillag azért érték, és fáj nekünk az, hogy Magyarországon tilos a vörös csillagnak a nyilvános használata. De ennél az ügynél nem erről volt szó. Itt ez üzleti verseny, kiszerzi meg a romániai sörpiacot a Heineken, vagy azok a sörgyárak, akik mögött a magyar tőke állnak. Ezért mi nem szálltunk ebbe a történetbe bele. Meg kell mondjam, a munkáspártiak szívesen isszák a Heineken sört, és nem csak azért, mert csillag van rajta, mert jó sör. Elnök úr, köszönjük, hogy itt volt. Köszönjük.
Protest nemzedéke az Y vagy akár a Z generáció. A buli vagy a politikai szándék viszi az utcára ezt a korosztályt. Sima János politológus, szociológussal és Deák Dániel politikai elemzővel vitatjuk meg a kérdést. Törökországban győztek az igenek, új hatalmi rendszert épít ki Erdoğan. Lehet még szó uniós csatlakozásról? Marad-e az EU-val kötött menekültügyi megállapodás? Nógrádi György kül- és biztonságpolitikai szakértő válaszol ezekre a kérdésekre. Rövid szünet után folytatjuk.